Rövid időre fellélegezhet Líbia. Az ENSZ égisze alatt tartott genfi tárgyalásokon sikerült megválasztani az észak-afrikai ország miniszterelnökét és a háromtagú elnöki tanácsot. A politikai és törzsi vezetőkből álló 74 fős párbeszéd fóruma listás szavazáson döntött az átmeneti vezetésről, amely a decemberi választásokig fogja irányítani a 6 éve kettészakadt országot. Nem véletlen, hogy a csúcsvezetők is ebből a két félből érkeztek. Az államfői testület élére egy keleten népszerű diplomata, Mohamed Younes Al-Menfi került, míg a kormányfői széket egy nyugaton befolyásos üzletember, Abdulhamid Mohamed Bejbach foglalhatja el. Mindketten megígérték, hogy nem indulnak a decemberi voksoláson. Az előrelépést örömmel fogadta a legtöbb nagyhatalom és az ENSZ is. A végső siker viszont messze van, hiszen Líbia még mindig a hadurak és nemzetközi érdekek ütközőpontja. Remélem, most már komoly eredményeket fogunk elérni, ami azt fogja bizonyítani, hogy van még befolyásunk a térségben. Viszont csak úgy javulhat a helyzet, ha a török erők elhagyják Líbiát. Az a több ezer dzsihádista, amelyet Ankara maga exportált oda Szíriából. Így bírálta a török kollégáját, Emmanuel Macron francia elnök. Macron azt mondja, hogy ki kéne vonnunk a katonáinkat Líbiából. Ezek szerint még semmit sem ért. Sokat kell még tanulnia. Mi nem kettelésből vagyunk ott, hanem azért, hogy békét teremtsünk. Előttünk már bevonult számtalan külföldi hadsereg, Csádból és Maliból. Nekik nem volt ennyire békés a szándékuk, ezt pedig nem nézhettük ölbetett kézzel, válaszolta Recep Tayyip Erdoğan elnök. Az új kormányt még a líbiai parlamentnek is jóvá kell hagynia. A kabinet legfőbb feladata egy egységes költségvetés és intézményi rendszer kidolgozása mellett a decemberi választások előkészítése lesz. Így véget érhet a Moammar Kadhafi diktátor 2011-es megbuktatása óta tartó polgárháborús állapot.